Ismét hívők sokasága töltötte meg az egri minorita templom előtti teret, hogy Jézus Krisztus szenvedésére és kereszthalálára emlékezve részt vegyenek a mintegy két évtizedes hagyománnyal bíró egethegyi keresztúton. Az első stáció elmélkedései után a menet énekelve, imádkozva indult a város melletti hegy irányába. A keresztút lelki vezetője, Fülecki István káplán, főiskolai lelkész számára azért is volt különleges ez az ima alkalom, mert most először vett részt egethegyi keresztúton. Végig járjuk Krisztusnak az értem és értünk vállalt szenvedését. Azt a szenvedést, ahogyan látjuk, hogy Jézust értem halálra ítélik, Jézust értem megostorozzák, tövissel koronázzák, háromszor elesik, és mindezt tudatosítom újra és újra szenvedés útja, amit értem vállal Jézus. De egy másik szemszögből megnézve, ami beleolvad és a kettő együtt van, az már a szeretet útja, hiszen Jézus mindezt értem szeretetből teszi. És olyan szépen mondja a Szentírás, ma reggel úgy kaptam ezt a Szentlélektől, ezt az igét, hogy Istennek minden emberi értelmet felülmúló szeretete van. Nem tudjuk fölfogni értelmünkkel, az emberi rációval ezt a szeretetet, de a szívvel és a lélekkel fel tudjuk fogni. És hogyha úgy járjuk végig, hogy nem csupán a szenvedés, nem csupán a halál tusáját látjuk Jézusnak ebben a keresztútban, hanem az értem vállalt, értünk vállalt, mindannyiunkért vállalt szeretetet, akkor a szívünk és lelkünk képes befogadni. Mindannyiunknak vannak keresztei. Megmutatkozik ez egy betegségben, egy nagy életkihívásban, és ezt a keresztet szabadon, örömmel és szeretettel kell elfogadni, sőt, mi több végigvinni egész életünk útján, de az is nagyon fontos, hogy az önmagunknak generált kereszteket, azt mindig tegyük le, azt nem kell vinni. Azonban, amit Isten ad, azokat a kereszteket végigvigyük, végig kell vinni egész életünk során, és azt mindig fel kell ajánlani egy másik emberét. Akkor van értelme, és akkor van gyümölcse a szenvedésnek, a kereszthordozásnak, hogyha össze tudjuk kapcsolni azt az imádsággal. És én hiszem és valom, amikor itt végignéztem ezeken az embereken, egészen kicsiktől az egészen nagyokig, idősekig, felajánlják ezt másokért. Az elmúlt évekhez hasonlóan nem csak Egerből, illetve környékéről, hanem távolabbi településekről is érkeztek a keresztútra. Miskolcra jöttünk a csapatunkkal a Szent Anna plébániáról. Igazából már 4 vagy 5 éve járunk ide minden évben, és ugye mindig történik itt valami, legalábbis időjárás szempontjából. Ez eléggé nagy kuriózumának tudnám mondani ennek a rendezvénynek. Leginkább egy ilyen közösségi élményt ad nekem, ahogy tudom, hogy itt vannak mellettem az emberek, nem vagyok egyedül, és nagyon szeretem ezt, hogy egyszerűen nem érezhetem magam egyedül, mert mindenki itt van mellettem, itt vagyunk Jézus mellett. És ez nagyon fel tud engem tölteni. 6 kilométer gyaloglás és a 14 keresztúti állomás után a menet megérkezett a hegy tetejére, ahol a kövek közé állított kereszt tövét virágokkal ékesítették. A résztvevő atyák záró áldásával ért véget a keresztút, amely idén is a Főegyházmegyei Ifjúsági Iroda szervezésében valósult meg. Mondjunk áldást az